Fincher film a közelmúltban néhány nagyszerű objektívet is bejelentett, többek között ezt az 50-140-es, 2.8-as fényerejű, stabilizátoros, időjárás álló telét, valamint nagyon egyszerű a helyzetünk, mert a Fuji jó tanuló módjára kiírogatta minden objektívhez, hogy mikor érkezik és melyik az új, hogy nagyon könnyen megtaláljuk. Szóval többek között ezt az 56 mm-es 1.2-es fényerejű objektív is, aminek azért elmondanám, hogy ez a világ első apodizációs szűrővel szerelt portré objektívje. Menjünk egy kicsit tovább. Íme, ha jól látom a képen, akkor ez bizony egy XT1-es, ami ugyan nem új, de ez a grafit ezüst kiadású változat viszonylag újdonságnak számít, legalábbis kiadás tekintetében. Maga a modell nem új, a belső nem új, csak a belső. Illetve nem találjuk a 18-135-ös objektívet, ami szintén egy újdonság, viszont a Fuji meglepett minket néhány olyan objektívvel, ami csak jövőre fog érkezni. Így például ez a 90-es hatalmas és szuperfényerejű, úgy látom, hogy kettes fényerejű objektív 72 mm-es szűrővel, szuper LDC levonattal, illetve itt a sor végén egy 144-100-as tele objektív, 4-5-6-os változó fényerővel, stabilizátorral, és ha jól látom, akkor ez is időjárásálló kivitelű, és mivel a sor végén található, nem nehéz kitalálni, hogy ez a Fujifilm eddigi legnagyobb teleobjektívje ehhez a szériájához, az X szériájához. Itt van a 2015-ös sorozatból és a jövőre megjelenő objektívek közül is egy újdonság, a 16 mm-es 1.4-es optikájuk, illetve egy kicsit följebb egy fix 2.8-as fényerejű időjárás álló 16-55 mm-es profi alapzoom.